Hát igen, már mindent beszéltek a fideszes nagyurak itt a hétvégén rólunk. Szeretném jelezni, hogy azt a célt, hogy ebben a kérdésben jogilag releváns népszavazási kérdés született, azon már túl vagyunk. Természetesen mi azt arra törekszünk, és az lesz a végső cél, hogy ebben egy kötelező érvényű népszavazás is kezdeményezésünk legyen, de miután van a kormánynak egy amúgy értelmezhetetlen népszavazási kérdése, úgy gondoljuk, hogy az lenne mindenki számára kívánatos, hogyha nem két népszavazás lenne az ősz folyamán, ami azért elég problémás, vagy úgy gondolom ez nem kérdés, és meg lehetne takarítani nagyjából 6 milliárd forintot, azért mi benyújtottunk már egy országgyűlési határozati javaslatot, amelyben azt követeljük, hogy az országgyűlés döntse el, hogy bevárja a két egyébként nagyon-nagyon nagy tömegek által támogatott népszavazási kezdeményezést, ez ugye az egyik az enyém, a másik a két Zoltáné, és együtt dönt a kettőről. Na most ebbe az a lényeg, hogy június 13-ig, ameddig ez az ülésszak van, ez lebonyolítható. De nyilván mi garanciát várunk arra, hogy ebben a kormánynak, illetve a Fidesznek pozitív szándéka lesz és pozitív döntése lesz, ezért addig nem adjuk le számolásra egyébként a messze több mint 100 000 aláírást, mert ha leadjuk, akkor befejeződött ez a jogi folyamat. Tehát mi csak akkor adjuk le számolásra, hogyha ezt az országgyűlési határozatot, amiben egyébként azt kérjük, hogy együtt legyen egy napon a két népszavazás, és egy eljárásban legyen, ami nyilván egy feszítettebb munkát igényel a választási irodától is, hiszen akkor nagyjából egy 2-3 hét alatt meg kell számolja a két kérdésbe az aláírásokat, akkor mi hajlandók vagyunk ebbe a dologba részt venni. Egyébként természetesen a gyűjtés folyik, mai napon is folyik, mert ha ez nem sikerül, akkor viszont kötelező érvényű népszavazást fogunk kiiratni, de akkor a Fidesz lelkén szárad, hogy már megint olyan területről veszünk el pénzt fölöslegesen, amiről egyébként nem kellene. Maga az OGYI határozat megtalálható a parlament honlapján, azt beadtuk, tehát mi nem a népszavazási törvénybe akarunk most belenyúlni, hanem egy garanciát akarunk az országgyűléstől, hogy ezt a két ügyet, az egyik, ami az kormányfőnek a happy-e és a kormányfőnek az ügye, illetve az, amit valós állampolgári kezdeményezés, aminek valós állampolgári kezdeményezés van a hátterében, együtt kezelje a parlament. Ugyanis mind a kettőről lehet jogilag releváns döntést hozni, ezt mindenképpen el szeretnénk érni, és úgy gondoljuk, hogy ez a szükséges aláírás megvan. Természetesen, ha valaki kíváncsi, bele lehet nézni a dobozokba, nem üres dobozok, meg is lehet emelni, meg végig is lehetni. Ha valaki nagyon meg akarja számolni, erre is lehetőséget adunk. Nyilván elvinni nem lehet, mert az ugye hivatalosan az adatkezelő én vagyok, illetve Kéz Zoltán, de itt már annyi mendemonda keringett, meg annyiféle írás megjelent arról, hogy mi kamuzunk, hogy úgy gondoltuk, hogy most már egyszer, miután itt van, Ez nettó 120 ezer nagyjából, de az azt jelenti, hogy ez már közel 150 ezer aláírás, hiszen mi ebben már egy szűrést végrehajtottunk, tehát az ilyen fekete tollal, meg személy szám nélküli papírokat mi már kiszedtük belőle, mert hát sajnos ilyen is van, ugye ekkora volumenű gyűjtésnél ez ezzel jár. Le fogjuk tudni adni az érvényes mennyiséget határidőre, ezt határozottan állíthatom, és én értem, hogy a Fidesz ettől fél, ahogy félt a vasárnapi zárvatartástól is, de erről majd a továbbiakról pedig a Nyakó Pista fogja elmondani a véleményét, mint egy másik érintett fél ebbe a történetbe. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretném tisztába tenni az álláspontunkat egyértelműen világosan, hogy véleményünk szerint miről szólnak a népszavazási kérdéseink, mire gyűjtünk mi aláírásokat. Miről és kiről szól ez a népszavazási aláírásgyűjtés? Magyarországról szól, a magyar emberekről szól, és azokról az élősködőkről szól, akik a magyar embereken uralkodnak ebben a pillanatban. Igen, ez egy Fidesz ellenes népszavazás. Sokan megkérdezhetik, hogy de hát nem ez van a papírokon, nem ez van az aláírásgyűjtőiben, és nem ez lesz majd lehet a szavazófülkékbe. Hölgyeim és uraim, valójában ez van a papírokon. A Fidesz választási szervein, a Nemzeti Választási Irodán és a Nemzeti Választási Bizottságon ezek a kérdések mentek át. Látták, hogy önök is, hogy ott tesznek alá minden kezdeményezésnek, ahol tudnak. Ezek vannak most. De ebbe benne van az egész rendszer. Benne van a 0,9%-os nyugdíjemelés, hölgyeim és uraim, akkor, amikor az állami vezetők bérét 250%-kal emelték. Benne van az a néhány ezer forintos fizetésemelés,
akkor, amikor az állami vezetők bérét 3 millió forinttal emelték. Benne van az oktatás válsága, benne van az egészségügy kritikus állapota, benne van az urizálás, a lopás, a kisvasutak, a földbirtokosok és a pökhendiség. Erről szól ez a népszavazás, és aki erről akar szavazni, az jöjjön aláírni a pultjainkhoz. Hívjon minket, házhoz megyünk, és aláírhatja a Fidesz ellenes népszavazás aláírás gyűjtőjévét. Mi garantáljuk, hogy ha aláírta, népszavazásra visszük ezt a Fidesz ellenes kezdeményezést. Hölgyeim és uraim, van benyújtva még egy javaslat a ház elé. Állítólag ezt a Nemzeti Választási Bizottság nyújtotta be, hiszen a népszavazásról szóló törvényt önök is tudják, meg fogják változtatni, módosítani fogják. A hivatkozási lapa február 23-ai esemény volt. Ha valaki azt mondja önöknek, hogy ez a Nemzeti Választási Bizottságnak a javaslata, akkor ne higgyék el neki, az hazudik. A Nemzeti Választási Bizottság nem hozott olyan döntést, amelyet benyújtott a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a parlamentnek. Vannak részelemek, amit átemeltek egyes bizottsági tagoktól, de összességében ezt a kérdést a Nemzeti Választási Bizottság nem tárgyalta, nincs olyan számú határozat, amiben ezt jóvá hagyta. De menjünk beljebb egy picit. Mit írnak? Könnyebb lesz népszavazást tartani? Hölgyeim és uraim, nem. 1000 forintot kérnek egy ívért a Nemzeti Választási Irodánál. Magyarán, ha egy 250 ezer aláírást össze akar gyűjteni valaki egy jó rátartással, 40 millió forintot tulajdonképpen letétbe kéne helyeznie, hiszen ha elhagy egy ilyen évet, akkor 1000 forintot kell fizetnie érte. Hol van Erdősi László nénak 40 millió forintja, kérdemezem én, vagy Vodicska úrnak, vagy mindenkinek, aki eddig beelőzött minket. Ez pikkírt megjegyzés volt, de tényleg azt mondom önöknek, hogy igazán tehetős, vagyonos embernek vagy pártnak kell annak lenni, aki ilyen fába belevágja a fejszét, hiszen gondoljanak bele, 3200 településen kell ezeket az aláírásokat összegyűjteni. Hát ha egy elvész, 10 elvész, 100 elvész, senki nem fogja tudni kifizetni, csak a tehetős, vagyonos emberek. És még egy észrevétel, tudjuk, hogy internetellenes a mai rezsim, hiszen fél a szabad véleménynyilvánítás jogától és szabadságától, éppen ezért internetről nem lesz letölthető ez az ív. Magyarán Szanticskára, adott esetben ez egy nagyon kis abaúji település, de Batthyónytól Nemesmedvesig hasonló kis településeken nem tudják letölteni az ott lakó polgárok az aláírásgyűjtőíveket. Panelokban nem tudják letölteni, kitölteni a családdal együtt és visszaküldeni. Ezt is megvonja a hatalom az emberektől. Magyarán ez nem a népszavazás segítő módosítás lesz, hanem inkább az azt gátoló.